Az egészségügyi dolgozók bérrendezése elmaradt, az elmúlt másfél évben tanúsított emberfeletti munkájuk után járó méltányos szabadságolás szintén elmaradt, csupán az egyéni szuverenitásukat durván megsértő kötelező oltást kapnának az egészségügyi szakdolgozók. A Mi Hazánk mozgalom a kezdetektől fogva azt képviseli, hogy az oltás kizárólag önkéntes alapú lehet, aki be akarja oltatni magát, megteheti, aki viszont nem, őt sem érheti semmilyen negatív diszkrimináció, ezért felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal szüntesse meg ezt a társadalmi árokásást, ezzel ne fordítsa szembe az embereket, csak hagyják őket dolgozni, így az egészségügyi dolgozókat is. Ráadásul az orvosok bérrendezése már megtörtént, az egészségügyi szakdolgozóké még nem. És azt is tudni kell, hogy az új szolgálati jogviszony rendkívül károsan érinti őket, nagyon sokan gondolkodnak már a pálya elhagyásán, illetőleg a különféle pótlékokat is megszüntették, így hogy nemhogy emelkedett volna, hanem még csökkent is lényegében a fizetésük. Ezért a Mi Hazánk mozgalom egyetért az egészségügyi szakdolgozók azon törekvésével, hogy várhatóan a Hősök terén fognak demonstrálni, szolidaritásukról biztosítjuk őket. A mi követeléseink így nem meglepő módon az egészségügyi szakdolgozók követelései, tehát hogy rendezzék a bérüket, békét akarunk az ágazatban, ne legyen bérfeszültség orvosok és egészségügyi szakdolgozók között. Az elmúlt másfél év munkáját honorálják mind erkölcsileg, mind anyagilag, illetőleg még egyszer mondjuk ne tegyék kötelezővé az oltást, mert ez csak újabb felmondásokat fog eredményezni. És innen pedig üzenjük az egészségügyi szakdolgozóknak, hogy egészséges nemzet, egészséges Magyarország nincs nélkületek, így bűnös mulasztást követel az, aki semmibe veszi a követeléseiteket, és mi azon leszünk, hogy elfoglalhassátok méltó helyeteket a dolgozói társadalomban.